Sziasztok, én Kaci vagyok, és itt van velem Endre, és eltelt egy újabb hónap, úgyhogy folytatjuk a Games with Gold, illetve a PlayStation Plus játékokat bemutató sorozatunkat. Ezúttal, ahogy valószínűleg már rájöttetek, a PlayStation Plus játékokkal fogunk foglalkozni. Ugye ebben a hónapban is 6 játékot adott a Sony ajándékba, ugye 2-t PlayStation 4-re, 2-t PlayStation 3-ra, illetve 2-t PlayStation Vitára, ezek között ugye szokott lenni crossplay-es cím, most is van, ez a Forma 8. Úgyhogy akár szerintem ezzel kezdhetünk is, nézzük meg ezt talán a legkisebb falat ebben a hónapban. Illetve ugye, ha jól emlékszem, akkor még mindig letölthető egészen január 1-ig, vagy január elejéig a Rush for Blood, ugye az Until Dawn-nak. Igen, és még az is letölthető a másik szintén ilyen csapatos játék. A Dezióra gondolsz? Dezió, igen. Most már nem tudom, érjük ezt, hogy a másik ilyen. Ne, az, igen. Igen. Na, azt akartam, hogy a másik olyan játék, több hónapja már lehet. Ami több hónapon keresztül le lehet szedni, igen. Na nézzük. Úgyhogy ugye ez nyilván egy viszonylag egyszerűbb, ez egy vitás játék, úgyhogy most bele fogunk vágni, rengeteg mentést tudunk majd csinálni. Ez már most kiderült. Megjöttek a birodalmiak, nem fékezünk senki kedvéért. Igen, ez egy ilyen viszonylag egyszerű, hát talán platformernek tűnt, amennyire én belenéztem. Én minden játékot, ami ilyen viszonylag kevés szín van benne, ilyen fekete-fehér, azt mindent a Limbóhoz hasonlítok valamiért. És első ránézésre ennek is hasonló a feelingje. Meglátjuk, hogy aztán mit tud majd. Itt nyilván van egy kis intro, ahol... Diszkérte megváltam túlnyomni, de nem sikerült. Ahol valamilyen furcsa jelekkel kiírtak valamit, és nem értettük, de remélhetőleg ennél jobban is el lesz majd magyarázva a történet. Gyanítom, hogy ezt a kis bogyót fogjuk irányítani, ami most belecsapódik bele egy épületbe. Ez tökre emlékeztet a Another World-re. Annak volt ilyen... Nem tudom, megvan az Another World, meg egy tudós. Nagyon szerettem a szerjátokat, nagyon nehéz is, mai szemmel pláne. Na! Lassan indultunk szerintem. Igen, és akkor ezt a kis muksót fogjuk irányítani a játék során. Na, mert már én vagyok. És akkor tudunk lebegni, tehát mégis platformer, de nem olyan, hogy izé. Igen, nem ilyen ugra-bugra, inkább ez az ilyen repülős, na, nézzük. Repülős téma lesz. Tudsz lőni, vagy ilyesmi, vagy lőni, csak nem menni? Tudok, semmit se tudok. Valószínűleg majd később kapunk skilleket. Na itt van valami. Aha. Én ezt lelököm. Lögd le. Mit szólsz? És akkor hát ha leesik és széttörik. Nem. Csak simán leesik. Ezt is lelököm. Ott biztos majd ott a pirosnak kell. Írja, hogy L1. Ez csinál valamit, az L1. L1-re bejön ez. Aha, az a ilyen térképnek tűnik. Igen, ennyi. Jó, de itt biztos, hogy kell valamit csinálni, vagy nem? Hát figyelj, tolt bele azokat. Nézzük az meg, hogy mi történik, hogyha szétlövi a piros. Ja, csak kiblokkolja annyi. De szerintem már én is... Vagy várjál, hogy ezeket le kell vinnünk majd, mert hogy valami értelem biztos... Simán lehet. Hát ha belemész, akkor az nem, úgy nem blokkolja ki. Az ellen nem véd, igen. Ahogy elhangzott. Nem csak nagyon lassú ez a kis bolyó. Aha, gondolom. Tehát... meg pattog is a dolgokhoz, ha hozzáér. Hát, azt akartam mondani, hogy a kettőt lehet, hogy nehezebb lesz tolni, mint az egyet. Sőt, egyáltalán nem lehet. Akkor mindegy, lejjebb megyek. De... aj, de nagyon lassú. Most már egy kicsit remélem, hogy azokat nem kell lehozni, mert akkor a tutoriában elrontottuk a játékot gyakorlatilag. Ott egy másik ilyen valaki néz, hogy alszik. És álmodik magáról. Hello. Ó. Fölvettem a lelkét, vagy nem? Harmless no more. Na most nyom meg az X-et. Ez az. Aha, és akkor ki tudod bőle szedni a bogyókat. Kire, és akkor azzal az életedet töltöd vissza. Igen. Most én azért nem megyek vissza, hanem meg fogok. Szóval az van, hogy még hogy bénának néznek az emberek, az van, hogy ilyenkor ő neki ittól ilyen tovább megy, tehát hogy vissza kell fogni. Aha, tehát van ilyen lendülete. Van ilyen lendülete, igen. Tehát ezért ilyen nehéz kicsit, amikor nagyon aprókat akarsz. Wow. Jó. Oké. Hát szerintem ennyi volt a tutoriál, vagy nem tudom mi.
Ja, az ilyen bemelegítő. Nyilván ugye egy PlayStation Vitás címről beszélünk, úgyhogy nyilván nem ez fogja megváltani a világot. Na, mi azt a fakanalat megszerezzük. Szerezz aztán meg a fakanalat, hát ha az valami durvát ad. De én például az ilyen játékokkal vezetem be a családot a gamingbe. Az ilyen egyszerű, de nagyszerű. Tehát aki soha nem játszott még ilyet, az is tud. Na, ja, most tehát a kör, ugye mutatja, hogy a körre húzálok, de ez a fakanalat nem tudom, hogy használni. Nem. Nem töltött sem távol se. Lehet, hogy nagyon erősebb lett a pulzálás, vagy valami. Lehet. Ezt tudom elképzelni, hogy ez így megboostolta. Egyébként megvan a hangulata, most csak itt le, ha látjuk, hogy ott azt fel lehet szedni máshonnan. De jó, hogy itt van ez a bejárat akkor. Köszönjük. Igen. Köszönjük szépen. Aha, nézd, ha abba belepulzálsz. Igen. A fakanalat beraktam. Ah. És itt meg egy dimenzió kapu nyílik, vagy mi? Nem. Jó. Kicsit nagyobb, elégedve egy ajtó, nem? Igen. Na, kijutottunk valóban. Ott vissza tudnám menni fölül szerintem, de most ezt hagyjuk. Ó, jó. Most micsoda hatalmas totál. Azt a mindenit. Azért hangulatos ez a játék. Igen, meg a zenéje is ilyen kis kellemes. Aha. Visszapofozott egyet. Szép munka. Na jó, szerintem... Igen, nyilván... Bele lehetne merülni. Valószínűleg bele tudnánk rakni néhány órát ebbe, hogy itt bolyongunk kis világban, de inkább nézzünk meg valami komolyabbat. Na és akkor itt is vagyunk a második játékban, ami a Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends nevet kapta. Ugye azzal vezetett fel, hogy egy komolyabbat nézzem meg, hát nem is tudom, de arányos, nagyon műsor. Legalább méretben nagyobb. Ugye ez egy verekedős játék lesz, és van benne single player, itt ugye látjátok, hogy lehet... Menjek a tutoriálra? El lehet magyaráztatni a dolgokat, nem, meg mihet. Van gyakorlás, meg nyilván van benne egy valamilyen kampány, illetve nyilván lehet benne versusozni is. Most mi a barátság jegyében nem fogjuk egymást összeverni. Inkább hagyom, hogy Endre megmutassa, hogy hogyan is megy ez. Lehet, hogy tutoriálokat mondani, de... Figyelj, ez egy ilyen smash-szerű verekedős játék, úgyhogy ütni kell benne a gombokat, mint az állat. Jó. Csak panda leszel, meg tigris, meg nem is tudom kik van. Annyira régen láttam a Kung Fu Pandát, hogy az hihetetlen. Jó, hogy az aranyos, hogy ez igazából olyan, mintha ő elmesélni, mi történik, nem? Az egyik kedvenc történetem ugye az eredeti Kung Fu Pandának, tehát az angol szinkron, az a Jack Black. Aha. És hogy amikor megjelent a film, akkor volt egy ilyen világkörüli turné, nem tudom, hogy mindenhol elmentek, és akkor ott voltak a színészek, behívták őket ilyen műsorokba, meg nem tudom ilyenek, és hogy Jack Black az végig turnézta egész Ázsiát, úgyhogy nyilván ott kínai meg japán szinkronnal megy a film, és hogy egyébként egy pandát alakít, tehát azt se tudják, hogy ki az a Jack Black, de nem tudom, 3 hónapig turnézott. Ott van valami a földön? Le akarom venni? Nem hagyja, rohadt el. Lőtt vele inkább. Ő felvette, úgy látom, nem rossz az a cucc. Aha, elég röviden le. Így, akkor a pajzsok vannak. Lehet, hogy ezzel jó lenne, ha tudnám is, hogy mit kell csinálni, hogy ismerem a kezelést, lehet, hogy jó játék lenne. Hopp, na! Hoppá! Mi van teknős? Ott van valami? Ne! Hogy kell fölvenni? Nem tudom, X vagy négyzet, vagy kör, vagy guggolás, na ő megint felvette. Sáska! De... Éj, hogy rád kombózott, ott megint van valami. Elkezdett, hogy vége. Nem, kirepültél a pályáról, azt veszettél egy életet, tehát ő nyert az első kört kvázi. Igen. Már csak 25%-on van, legalább egy ilyetét elveszem. Fel akarom venni ezt a finom ételt. Na most, 17%. Így van, jaj, és kész. Szép. Ott ezt vett fel a kígyót. Esküszöm Tomivel. Nyom mindent, Endre! Ott van! Nálad van!
És mi csinálják vele? Hát, süsd el. Jó. Ott is van a kígyó. És elkábult. Jaj! De nem tud... Jaj! Nagyon szép. Szóval nyilván ezek a játékok egyébként, nem tudom, gyermetegebb egy Smash, mint egy, mint amilyennek egy Mortal Kombat mondjuk kinéz, mert nyilván nem olyan véres, viszont technikailag, meg legalább ugyanolyan nehéz, hanem nehezebb. Ugye a kombókkal, meg itt ugye le lehet ugrani a pályáról, meg vissza lehet ugrani a pályára, meg rengeteg-rengeteg különböző nyom van benne. Szép munka. Nem tudom pontosan, hogy hogyan, de szabdendette kilöktem. Szerintem mák volt. Na, úgyhogy szerintem, ahogy láttam, ugyanez lesz az ellenfeled még egyszer. Megint a teknős. Az öreg mester. De most itt lesz vele ez a vörös panda is, jelenleg meg ez a kacsa, vagy mi ez. Aha. Vagy végül is gondolgató. Igen, mert ilyen négyes. Mondjuk ezt egy négyen nyomni lehet, hogy fán. És igen. Ilyen pléte lehetne nyomni ezt valamivel. Persze, velem, simán. Akár ilyen videósokkal valami. Most lezvontam. Hát, az nem biztos, hogy jó. Na jó, most, jaj, és most... alul nézd meg, alul meg. Jaj, jaj. Ez most ilyen mindenki ellen, úgy látom. Karát kapott a kacsa. Igen. Jaj. Jaj, az nem biztos, hogy jó volt, hogy oda leestél. Jaj. De ne, túlesett. Még jó lehet. Majdnem. Elmúlt alul. Van lent egy fegyver. Ja, lemegyek jött. Na, menj le! Endre és Mr. Ping, megjött Shifu mester. Na jó, hát ennyit tudtam lőni. Sű, annak már kardja van, annak van botja van. Lelököm a kat... Nézd! Ne, és magamat! Ja, Shifu mester, nem viccel. Azt hiszem, én kiestem. Igen, mert már nem vagyok vissza. Hát lehet, hogy a tutoriállal kellett volna kezdeni. Lehet. Én úgy gondolom, hogy az első encset megnyerted, ez nem egy, nem egy rossz teljesítmény. Úgyhogy talán ne nézzük végig, hogy Shifu mester még háromszor újraélet. De nyilvánvalóan ugye ebben a játékban van, ugye, ahogy beszéltük, single player, van benne multiplayer, lehet akár négyen is tolni, úgyhogy akiknek bejönnek ezek a játékok, és mondjuk egy ilyen házi buliba fel akarják dobni valamivel a hangulatot, azoknak például ez egy tökéletes játék lehet. Na és akkor itt is vagyunk a harmadik játékban, amit most effektíven meg fogunk nektek mutatni működés közben is. Ez nem más, mint a Darksiders 2 Definitive Edition, ez ugye már a felújított változata a játéknak. Hamarosan jön a Darksiders 3, úgyhogy nyilván ez is közrejátszik abban, hogy Sony ezt választotta, mint ajándékjáték a PlayStation Plus előfizetőknek. És ugye ez egy ilyen, hát hack and slash játék gyakorlatilag, amiben most Endre, nem tudom, jég csontvázokat csap szét a kaszájával. Igen, hát a sztoriról nem tudom sokat, együnk se egy nagy Darksiders-es. Mindig is ki akartam próbálni, meg már egyébként is ez nekem megvolt így a csirke által, ugye össze vagyunk homolva. Meg is van, volt nekünk ez már, de engem majd nem vitt rá lélek eddig, de hát aki játszott vele, az általában dicséri, nem? Igen, tök jó értékeléseket kapott, meg a Darksiders, nem tudom, rajongók maguk, akik játszottak vele, azok nagyon, nagyon magasra értékelik, úgyhogy biztos tud valamit ez a játék, és hogy tényleg a hack and slash stílus rajongói azok oda vannak érte. Igen, hát itt nyilván lehet jobban fejlődni, meg új fegyvereket használni, meg ilyenek. Igen, rengeteg skillt lehet benne alakolni, a különböző harci stílusok, meg kombók vannak, rengeteg fegyver. Szerintem nem sikerült equippelni a secondaryt, mert itt írja, hogy a háromszöggel... Aha, ott az R2-vel, ha átváltasz. Ja, látom, ott, igen. És akkor, igen, és akkor itt mondjuk igen, equip, na ez az így sikerült, és akkor... De várjál, ez most... Aha, ez aha, az és akkor van egy ilyen brutális nagy kalapácsot. Igen. Mint így elő tudsz venni. Igen. És hát én úgy tudom, hogy egy meglepően mély sztoria van, ha valaki odafigyel, most nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy most itt összenéztek itt mögött, akik nézik a videót, és azt mondják, hogy miket beszélünk már meg én, hogy ennek, de én úgy hallottam, hogy ennek is ilyen egész komoly ilyen igen. mitológiai, meg ilyesmi dolgai vannak, úgyhogy
biztos jó. És nem is néz ki rosszul, nyilván látszik rajta, hogy azért ez nem egy mai játék, de... De nyilván ugye a felújított változat... ...nak köszönhetően azért eléggé rendben van. Hogy széttépted. Igen, ez jól nézett ki. Na, akkor most még egyszer meg kell megnyomni ezt a valamit. És most sikerült is. Igen, hát igen. Pick up. Jó, ez segíti. Ennyi potiont ad a játék, akkor valószínűleg nem lesz olyan kifejezetten könnyű. És akkor van menne egy kis... Jaj! Elnézést azért, a kezelés még nem... Semmi gond. Most esd le inkább, amikor még a tutoriában vagyunk, és... ne akkor, amikor már ez halállal fog járni. Melyik játékban volt még ilyen, amiben így lehetett futni a falon? A... Kiszopelzsi vagy, nem tudom. A... Azt hiszem abban is lehetett. Úgyhogy az ott bezáródik. Igen, egyébként mindig is teged ofóra emlékeztetett, lehet, lehet, hogy másokat nem. Na, hogy itt nem esek le, akkor... Hát nyilván van azért benne hasonlóság. Kicsit szomorú vagyok, hogy most a PlayStation Experience-en nem mutattak semmi újat a God of War-ból. Így lejátszottak ugyanazt a gameplayt, amit már láttunk fél éve, és aztán azt mondták, hogy hát igen, olyan 20-30 óra lesz a játék, és a playtesztelés során arra jöttünk rá, hogy a kisgyerek nagyon sokat beszél, úgyhogy abból visszavettünk, és így... Nem, köszönöm, de a PlayStation Experience-en talán ennél többet is megtudhattunk volna. Kicsit félrement most szerintem ez a Experience, mert elhiszem, hogy jól érezték magukat, de tényleg azért olyan embernek, aki nem is tudom, aki nem ez a hardcore rajongója, hogy tegyük fel a Kojimának, igen. Az rohadtul nem érdekelte az, amikor a negyedszemes próbálták, aztán mesélni, hogy együtt szoktak ebédelni a csávóval. Kit érdekel? Igen, az nem volt annyira... Nyilván nagyon sokat vártunk a PlayStation Experience-től, főleg azért, mert ugye tavaly a The Lost Legacy gameplay, ugye akkor leplezték le effektív a játékot, rögtön egy gameplay-jel. Szóval, hogy Lost Legacy-val kezdődött a PlayStation Experience, és Last of Us 2 trailerrel ért véget. Szóval, hogy az elég durva volt, és ehhez képest idén azért visszafogottabb volt a felhozatal. Nyilván most is voltak érdekes játékok, a Concrete Genie például nekem nagyon tetszik, amiben ugye ilyen kis festmény lehet a falra, és illetve kellnek a festményeid, meg nyilván lesznek nagyon jó játékok, amik már benne vannak a csőben, lásd mondjuk a Detroit Become Human, amit én nagyon várok. Ugyanakkor nem tudom, hogy mennyire a PlayStation Experience feelingjéhez, vagy nem tudom, színvonalához való az, hogy csinálnak egy élő gameplayt abból a részből, amit a 2016-os E3-on mutattak be. 2016-os E3-on a show floor-on már ki lehetett próbálni, és egyébként most novemberen a Play-ten is ki lehetett ezt próbálni, tehát lehet, hogy nem egy Los Angeles-i PlayStation Experience-en kéne ezt megmutatni. De nyilván a közönségnek nagyon tetszett, meg nyilván voltak, akiket érdekelt, meg nem jutottak el mondjuk az E3-ra, de a PlayStation Experience-ra igen, és legalább kipróbálhatták a játékot. Úgyhogy biztos volt értelme. És ugye akkor három játékot most megnéztünk, a Kung Fu Pandát, az R8-at, illetve ugye ez a Darksiders 2 Definitive Edition, de emellett is van még három játék. Úgyhogy nem boss fight, ez akkor semmi. Egy ekkora, na, mondom én. Na, jön is a boss. Na, Endre. Ez ugyanem, mint a kicsik, csak nagyba. Mondom. Gondolom, ugyanazt is fogja csinálni. Jó. Szép. Kicsit munka. A kamera kezelés azért nem teljesen áll a helyzet magaslatán mindig. Jó. Jaj. Na, azért látszik, hogy ez nem a Dark Souls, hanem a Darksiders, mert ott a tutoriál bosson kaptál volna egy ekkorát, akkor valószínűleg instant bele is haltál, hát volna. Hát egészen biztos, igen. Itt azért ez megbocsátóbb ez a játék, szóval így épp hogy ment le a HP-d. Na, lehet, hogy jó lesz ez a sok potion még, amit összeszedtünk az elején. Némiképp árnyalaképet, hogy nem tudom, melyik gombakkal használni a potionok. Vagy ez az. Aha. Már lejöttem, ez így jó. Szép. Na, már fél HP-n van. Ekkor a dodge-ok.
akkor a kerülések, 8-as kombó. Nem tudom, csak úgy csinált az elején, mint hogyha nem lenne jó ebben a játékban. Igen. Aztán utána meg begyalált. Ilyen mindottam a tetovál a Dark Souls-t. Begyalázz a boss-t. Olyan lassú ez a kalapács, és nem egyértelmű sebb, ez sokkal nagyobb, de ah. az ide. Jó. Hogy került ide ez a szárnyas démon? Vagy ezek mi vagyunk? Szerintem te vagy. Ja, igen. Ha ilyen át tudsz változni. Ja, jó. Nem volt fordulat. Na jó, van, tényleg akkor szerintem ennyi volt. Igen, ugye a másik három játék, amiről, amit ugye csak PlayStation-on, illetve vagy PlayStation 3-on, illetve PlayStation Vitán fogtuk tudni kipróbálni. PlayStation 3-ra ilyen ezeknél sokkal nyugodtabb játékok érkeztek, ugye itt volt igazából a durvulás, meg a verekedés, meg a gyilkolás. Ott az egyik a Siberia Collection, amiben ugye a Siberia, vagy Szibéria 1-2 került be, ez ugye a kalandjátékok terén még mindig az egyik legjobbnak számít, meg nagyon sok rajongója van, nem véletlenül. Emellett pedig az X-Blaze Lost Memories, ami egy ilyen japán ilyen visual novel, úgyhogy abban is inkább beszélgetni kell, mint verekedni. A PlayStation Vita-ra pedig a Wanted Corp, ami még ingyenesen elérhető ebben a hónapban, ez pedig egy ilyen top-down shooter, egy ilyen twin stick lövöldözős játék gyakorlatilag, amit egyébként amennyire tudom, nem csak singleben, hanem co-ban is tudtok játszani. Úgyhogy ezek a játékok vannak ebben a hónapban a PlayStation Plus kínálatában, de megnézzük az Xbox Games with Gold dolgokat is, hogyha ezekre vagytok kíváncsiak, akkor a leírásban megtaláljátok azt a videót is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, meg iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!